A laktanyába évelején átköltözött a Rónai Alomból a Györfi István Nagykun Múzeum raktára. Dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóval arról beszélgettünk, hogyan állnak a 8000 darab tárgy elhelyezésével. Az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon a múzeum dolgozói, hogy már a minden tárgya helyére kerüljön. A malomhoz képest itt már nagyobb minőségű fejlődés látható, hiszen tárgytípusonként és foglalkozási ágonként külön helyiségbe rakták a tárgyakat. Most már örömmel tudom megmutatni azt, amit az elmúlt hónapokban végeztünk. Tulajdonképpen ez a pandémiás járványkorszak, úgy mondhatom, hogy nekünk csak segítségünkre volt, ugye hál' Istennek senki nem betegedett meg, így amikor kikerült ide az anyag a Rónai Malomból, akkor az összes kollégával ki tudtunk jönni, és elkezdtük kialakítani a raktárunkat. Hogyha valaki emlékszik még, hogy a Rónai Malomban hogy néztünk ki, ahhoz képest sokkal több, tehát nagyobb minőségi fejlődés látható. Itt már meg tudtuk azt csinálni, hogy tárgytípusonként külön helyiségbe raktuk a tárgyakat, illetve foglalkozási ágak szerint raktuk külön a tárgyakat. Természetesen ez még mindig messze áll az ideálistól, illetve amit a gyűjteményi szabályzat, illetve az országos gyűjteményi törvény előír, hogy ugye megfelelő páratartalom, állandó páratartalom és állandó hőmérsékletre van szükség, hiszen itt nincsen fűtés, de az már egy nagyon nagyszerű dolog, hogy egy könnyen tisztán tartható, száraz épületről van szó, amelyik sehol se ázik be. A tárgyakon van pár múzeumbogár, amit folyamatosan írtanak, hogy ne csak 10-15 évig maradjanak fent a tárgyak, hiszen egy múzeum az örökké valóságnak dolgozik, hogy még unokáink is lássák a tárgyakat. Sok tárgy fertőzött, az elmúlt évek szakszerűtlen, tehát tőlünk független dolgok miatt, szakszerűtlen tárolása miatt, hiszen nem volt megfelelő módunk rálátni arra, hogy néznek ki. Van egy pár múzeumbogár, tehát azt ugyan írtottuk már, de folyamatos, tehát egy pár éven keresztül folyamatos kártevőírtásra van szükség. Látszólag nincsen a bútoroknak semmi baja, illetve a tárgyaknak nincsen semmi baja, de időnként nekünk föltűnik a bogár, illetve a bábja, és ugye ezeket megfelelő kezelésben kell részesíteni, úgyhogy most egy pár éven keresztül folyamatosan fogjuk ezt végezni, hogy ne csak 10-15 évig őrződjenek meg, hanem ugye egy múzeumnak az a feladat, azt szoktuk mondani viccesen, hogy mi az örökké valóságnak dolgozunk, tehát hogy még unokáink is lássák majd a tárgyakat. Dr. Nagy Molnár Miklós azt is elmondta, hogy nem látványraktárt készítenek, ahhoz még az előírások miatt óriási anyagi investícióra lenne szükség. Másrészt a tárgyak egyelőre olyan állapotban vannak, hogy csak megfelelő szakértőkézzel lehet hozzányúlni. Néhányan, mikor megmutattam már a fényképeket róla a minisztériumban is, illetve az országos igazgatói értekezleten is, akkor is tőlem is kérdezték, hogy látványraktárat készítünk, és látványraktárnak akarjuk az egészet, és mondtam, hogy nem, hiszen ahhoz még óriási anyagi investícióra lenne szükség, hiszen egy normális látványraktár, ugye az állandó páratartalom és hőmérséklet az a minimális feltétel, és a másik az, hogy a tárgyak egyelőre olyan állapotban vannak, hogy csak megfelelő szakértőkézzel lehet hozzányúlni. Egyelőre tehát maga a raktár csak úgy látogatható múzeumon kívüli munkatársnak, hogyha én tőlem kutatási engedélyt kér, illetve hát az a kutatási engedélyt a múzeumigazgató adja, tehát hogy jelenleg én vagyok, aztán majd meglátjuk, hogy amikor én már nem leszek, hogy akkor hogy lesz az új múzeumigazgató. Tehát addig, amíg én vagyok a múzeumigazgató, ebben a múzeumban, tehát ez a raktár nem látogatható. A múzeum munkatársai folytatják a raktár korszerűsítését, szabványosítását. Most a nyertes pályázatnak megfelelően idén az ablakokat a tárgyak védelme érdekében a napsugarak elől UV-fóliával befedik, de a természetes fény megmarad. Folytatjuk tovább egyébként a raktárnak a korszerűsítését, illetve a szabványosítását. Hát most egy
nyertes pályázatunknak megfelelően ebben az évben még minisztériumi pályázatra, ebben az évben még meg fogjuk csinálni, hogy az ablakokat UV-fóliával befedjük, hiszen az UV-sugárzás, a nap UV-sugárzása nem csak az embernek árt, hanem a műtárgyaknak. Gondoljunk csak arra, hogyha otthon végignézik a függöny, hogy kifakul, ugyanezt történik a tárgyakkal is. Úgyhogy ha ez ellen úgy tudunk védekezni, hogy az ablakokat. Fényre viszont szükségünk van természetesen, mert jó a természetes fény, nem pedig a mesterséges fény. Fényre szükségünk van, és az UV-fólia az pedig tökéletes megoldás. Mérőműszereket vásárolnak apára, és a hőmérséklet mérésére mobil klímát is beszereznek, ha az anyagi forrásaik megengedik, mert az a páratartalom szabályozásában is segít majd.